A háború kezdete óta az Európai Unió és tagállamai összesen 31 milliárd euró értékben szállítottak Ukrajnának katonai felszerelést, és ez az összeg napról napra növekszik, közölte Joseph Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Borrell megjegyezte, hogy az Európai Béke Alap az EU kormányközi és nem költségvetési alapja. A költségvetése eredetileg 5 milliárd euró volt, már a pénzügyi plafon 17 milliárd euróra nőtt. Bár a béke alap eredetileg nem erre a célra jött létre, az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásunk alapjává vált, mondta az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az európai fődiplomata szerint ezeknek az alapoknak köszönhetően az EU stabilan tud katonai támogatást nyújtani Ukrajnának. Nyárik 60 ezer ukrán katonát képezünk ki, és fél millió tüzérségi lövedéket adunk át Ukrajnának, hangsúlyozta Joseph Borrell. John Kirby a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának stratégiai kommunikációs koordinátora a Krem propagandájának nevezte azt, hogy a Moszkva külvárosában található Krokusz City Hall koncerttermében történt terrortámadás Ukrajnához kapcsolódik. Kirby hangsúlyozta, hogy az Oroszország moszkvai régiójában történt terrortámadásnak nem volt semmi köze Ukrajnához. A Fehérház képviselője azt mondta, nem lepte meg, hogy a Krem áll Információkat terjesztette az ukrán szolgálatok állítólagos részvételéről a terrortámadásban. John Kirby kiemelte: Az Egyesült Államok előre figyelmeztette az orosz hatóságokat az iszlám állam terrortámadási terveiről, de Moszkva nem tulajdonított neki jelentőséget. Bekérették hétfőn a Varsói Külügyminisztériumba Szergei Andrejevet, Oroszország nagykövetét, az orosz cirkáló rakéta előző napi légtért sértése miatt. A misszió vezető azonban nem ment el a találkozóra, közölte sajtóértekezletén Pavel Vronszky, a lengyel külügyi tárca szóvívője. Varsó azt követően kérette be Andrejevet, hogy vasárnapra véradóra a nyugat-ukrajnai Lviv régiót ért rakéta és dróntámadás közben az egyik cirkáló rakéta te a lengyel légteret. Miután a bekéretett nagykövet nem ment el a Varsói Külügyminisztérium székházába, az incidensre magyarázatot követelő diplomáciai jegyzéket más úton továbbítják a moszkvai külügyi tárcának, mondta el Pavel Vronsky. A diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény világosan megszabja a nagykövetek kötelességeit a befogadó országban. Ezt az oroszok most megszekték, hangsúlyozza Varsó. A légtérsértés miatt vasárnap készültség helyezték a lengyel légierőt. Az ellenséges orosz rakéta 39 másodpercig volt a lengyel légtérben, amelybe mintegy két kilométer mélységben hatolt be. Az ukrajnai háború kitörése óta már harmadszor hatolt be orosz rakéta a lengyel légtérbe. Évekbe fog telni az orosz rakétatámadás következtében megsérült Zaporizsaid nyepperi vízerőmű helyreállítása, közölte az ukrán állami tulajdonú UkrHydroEnergo energia vállalat vezetője. Ihor Szirota kiemelte, Ukrajna legnagyobb vízierőművét március 22-én legalább hat orosz rakétával találták el. Ez volt az ország energetikai infrastruktúráját ért egyik legnagyobb támadás a háború kirobbanása óta. Az az Aporizsaid-nyeperi vízerőmű két állomásának egyike a hidroelektromos erőmű kettes kritikus állapotban volt, mivel több orosz rakéta közvetlenül találta el, megsértve a darutartókat és egy tartó oszlopot is. A szomszédos gát is megsérült, de az UkrHidroenergo vezetője szerint nem állt fenn a gátszakadás veszélye. Ihor Szírota elmondta, az erőmű termelési kapacitásának elvesztése jelentős kárt okozott az ukrán energiarendszer számára.